Filmünk Shirley MacLaine Ég és Föld között című könyve nyomán készült, amelyben spirituális kutatásairól számolt be. Egy-egy szereplő több valóságos szeméről mintáztunk. Shirley MacLaine, Moore Marianna. Ég és Föld között. Első rész. Malibu Beach, naplementekor. A filmekben varázslatos órának nevezzük a napszakot. Ebben a fény és sötétség közti átmenetben mindig eltöprengek azon, hogy ki vagyok és hová tartozom. Elmesélek most egy történetet, mely megváltoztatta az életem. Miután elmúltam 40 éves, komoly kérdéseken kezdtem el tűnődni, mert éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. Valami, amiről tudtam, hogy létezik, de nem fértem hozzá. Azon töprengtem, miért vagyunk itt? Valóban meghalunk? A mostani az első életünk? Van élet a halál után? Életünk a véletlen műve? Meg annyi egyszerű kérdés, igaz? Az, hogy mindez így foglalkoztatott, egy viszony következménye. Nem mindennapi szerelem volt, persze egyik sem az. E lehetetlen kapcsolat olyan területekre vezetett, amelyek még engem is megleptek. Akkor nem értettem, miért vonz olyan ellenállhatatlanul az a férfi. Ma már tudom. Az egész Londonban kezdődött a premieremen. Néhány évvel ezelőtt. Magyar hangok. Vas Gábor, Kautsky Armand, Szabó Éva, Sáfár Anikó, Varga T. József, Nagy Gábor, Botár Endre, Feleki Sári, Vándor Éva, Menszátor Magdolna, Sonfai Éva, Galamb György, Antal László, Koroknai Géza. Magyar szöveg Gonda Miklós, vágó Pál Géza, rendezőasszisztens Gál Erika. Hangmérnök Gellin Attila. Gyártásvezető Veres Mihály. Szinkronrendező Ambrós Zsuzsa. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mahír videó stúdiójában készült. Zene Lalo Schifrin. Fényképezte Bradford May. Shirley MacLaine könyvéből a forgatókönyvet Colin Higgins és Shirley MacLaine írta. Rendezte Robert Butler. Micsoda este volt! Köszönöm, köszönöm! Nagyszerűek voltatok. Pesgőt és csokoládéhabot kérek az öltözőmbe. Utána viszont vasfegyelem. Kedves Kim! Szara! Elbűvölő voltál, mint mindig. Köszönöm. Gratulálok. Áruld el, hogy csinálod. Úgy érzem, 12 éves vagyok. Minden jel arra mutat, hogy a tested is azt hiszi. Hol 12, hol 45. A férjemmel szeretnénk neked bemutatni valakit. Siet ugyan, de szeretne megismerni. És ki az? Az a magas vöröses szőke férfi. A szocialista párt egyik új vezetője. Jó barátom, már nem tudom miért. Ha megválasztanák, biztosan a szegényeknek adna az ékszereimet. Valószínűleg ő lesz a következő miniszterelnökünk. Fantasztikus, nem? Tetszeni fog, ahogy gondolkodik. Már is tetszik, ahogy gondolkodik. Tessék,
Ó, igen, Gerald Stanfordnak hívják. Shirley, bemutatom neked a brit politika új Arthur lovagját, Gerald Stanfordot. Örvendek. Én is. Bocsánat, meg kell keresnem Freddyt. Köszönöm, Sarah. Csodálatos volt ma este. Köszönöm. Nos, úgy látom, bírja az ugrálást. Igen, hát erre is gondot kell fordítani, mint bármi másra, ha igazán jól akarjuk csinálni. Igen, tényleg. Nagyon élveztem a táncot. Örömmel hallom. Gyakran elsősorban táncosnőnek tartom magam. Cigány vagyok, és azt hiszem, az is maradok. Cigány? Igen, a színházban így szoktuk nevezni a táncosokat. Szerintem találó elnevezés. Állandóan úton vagyok. Cigány, nekem is tetszik. Elegáns a smokingja. Mint szocialista gyakran kényelmetlenül érzem magam ilyen öltözékben. Ma este beszédet mondtam egy vacsorán, úgyhogy... Bermudában mégsem jelenhetett meg, igaz? Nem. Magának valószínűleg minden jól állna. Remélem, a választók értékelik ezt. Én is remélem, de azt hiszem, nem fogom kipróbálni. Feltehetek egy személyes kérdést? Csak nyugodtan. Hogy éri el, hogy a haja így hújjon a homlokába? Sok időbe telik reggelente? Nem, nem babrálok vele. Azt hiszem, így a legjobb. Elnézést, uram. Itt az autó, és önt már várják. Köszönöm, mindjárt megyek. Hát, örülök, hogy megismerhettem. Én is. Sok szerencsét a beszédjéhez. Köszönöm. Shirley, Lugrédet már megkörnyékeztem. Szeretne veled beszélni. Jó. Bemutatom az ügynökömet. Mort Biner. Jerry Stanford. Nagyon örülök, Mort. Én is. Vállalhatnád a Sherston-t, és megállapodhatunk az Emilia Earhart dologban is. Jó. Nos, még egyszer gratulálok. Köszönöm. Ki ez, Shirley? Állítólag ő lesz a következő miniszterelnök. Jól tájékozódik. Úgy láttam, egy kicsit kiakadt tőled. Londoni tartózkodásom alatt többször nem találkoztam Jerryvel. A nevét ugyan láttam az újságokban, de mire befejeztem turnémat és hazautaztam, szinte el is felejtettem találkozásunkat. Vedd le a kalapodat, Bella, a konyhában nem látnak a választóid. Nem lehet. Nem volt időm fodrászhoz menni. Ne kenyeret majszolj nálam. Ebéd után rögtön megkezdem a szigorú diétát. Persze. Mondd, jól sikerült a turné? Igen. Teltház előtt léptél fel? Igen. Jól érezted magad? Igen. Akkor? Mi a baj? Érezted már, hogy... Nem látod azt, amire merezted a szemed, mert nem tudod biztosan, hogy mit látsz magadban. Nem ismételnéd ezt meg? Szóval, minél többet látok a világból, annál inkább érzem, hogy valami hiányzik, és belül is. Jaj, ne viccelj, miket beszélsz, hisz mindened megvan. Mi a csuda hiányozhatna neked? Egy 4 gyereket eltartó teherautósofőrnek magyarázt, hogy nincs meg mindened. De én nem a hírnévre, sikerre és pénzre gondolok. Mi a baj, nem vagy boldog? Hogy is mondjam. Mintha az életnek lenne valami fontos célja, de én nem tudom, hogy mi az. Az lehetetlen, hogy ennyi az egész. Lehetetlen, ugye, Bella? Miért vagyunk itt? Itt? New Yorkban? Kell, hogy valami más is legyen. Talán pontosan azért érzem ezt, mert annyi mindent elértem. Nincsenek mindennapi kenyér és állásgondjai, mint sok szegény embernek. Ám de ez egyáltalán nem jelent megoldást a problémámra. Mondd, Michael, mikor találkoztál? Az idejét se tudom, nagyon régen. Halló? Halló, még Jerry Stanford beszél. Ki? Jerry Stanford. Londonban találkoztunk múltkor, a bemutatója után. Lord és Lady Carton adta meg a számát. Aki a gardróbon át akart kimenni? Hogy van? Köszönöm jól. Van kedve velem vacsorázni? Ma este? Igen, egy konferenciára utaztam ide.
Ó, hát ma este... Jó, nagyon szívesen. 7:30 körül ott leszek. Megvan a címe. Rendben van. Nagyon meglepett, hogy jelentkezett, igaz? Letette. Ki volt az? Jerry Stanford. Ah, fogad elismerésem. Ő igazán nem mindennapi ember. Hallottad, hogy mennydörgött a szegénység ellen az ENSZ-ben? Ma este vele vacsorázom. Bravo! Bámulatos ember. Úgy értem, nagyon intelligens. Tudod, Bella, az intelligencia a legújabb erogénzónám. Ó, de gyönyörű. Köszönöm. Nincs mit. Tölthetek valamit? Inkább nem. Később az étteremben ihatunk. Korog a gyomrom. 8-ra foglaltattam asztalt. Ó, veszem a kabátomat. Mi ez? Nyaklánc, amit ahhoz a három kőhöz csináltattam. Kelet-Afrikából származnak, egy maszáj törzsfőnök és a felesége. Ah, emlékszem. Az egyik könyvében írt arról az útról. Olvasta őket? Mindkettőt olvastam. Tetszettek. Köszönöm. Jól éreztem magam Afrikában. Gyönyörű hely járt ott? Igen, valóban gyönyörű hely. Én mégsem tudtam élvezni. Miért? Elkeserítő volt a gazdasági helyzet, a szegénység. Mást sem láttam, csak bajokat. Igen? Uh-huh. Indulunk. Köszönöm. Gyönyörű. Beszélt mostanában Cartonékkal? Sarah régi barátnőm. Azt mondta, most kell élnie világát, mert ha maga hatalomra kerül, mindennek vége. Sarah és Freddy nagyszerű barátok, de limuzinnal járnak szórakozni, és fogalmuk sincs arról, milyen a valódi élet. Gyakran jöjj New Yorkba? Igen, nem egyszer van itt dolgom. Szeretem ezt a várost. Ráférne egy nagy takarítás, nem? Igen, de ez valamennyi nagyvárosra igaz. Nagyon gazdagok és nagyon szegények élnek bennük. Maga hol nőtt fel? Manchesterben. Egy csóta nevű munkás negyedben. Mi a szegényekhez tartoztunk. Értem, ezért lett szocialista. Nem. Régen minden vágyam az volt, hogy futballista legyek. Komolyan? Igen, és apám minden szombaton kivitt egy meccsre. Ez volt a szórakozása. És nekem is. Mivel foglalkozott? Amikor volt munka, egy textilgyárban dolgozott. Emlékszem, miben láttam magát először. A 80 nap alatt a föld körülben. Én akkor közgazdásznak tanultam Londonban. Órákig álltam a jegyért. Hindu hercegnőt játszott egy szeplős vöröshajú virginiai lány, na hiszen... Engem megragadott. Köszönöm. Hát, mire ihatnánk? Miért hívott fel? Nos, mert csodálom a játékát, persze, és az energiáját. De főleg az vonzott, hogy... Igen, boldog embernek látszik, és ez tetszik nekem. Ez igazán kedves, Bók. Köszönöm. Most én kérdem magától, miért jött el velem? Hát... Az... Az olyanoknak, mint maga... Megvan a hatalmuk, a pozíciójuk. Hogy segítsenek jobbá tenni az emberek életét. És én ezt rendkívül nagyra értékelem. Köszönöm. Egészségére. Jerry. Tessék. Mint szocialistát nem zavarja, hogy limuzinnal jár? Nekem nem hiányzik, a szervezők adták. De miért fogadta el? Mit tegyek, mindenhová követ. Mi lenne, ha sétálnánk? Nézzük meg követe. Rendben. Sétálunk egy kicsit. Mi
milyen érzés szocialistának lenni, ha a tárgyalópartnerek mondjuk kommunisták? Időnként nagyon dogmatikusak és merevek. Ám éppen olyan emberek, mint bárki más. De itt Isten tagadóként megbélyegzik őket. Miért, talán nem azok? De, persze, hogy azok. Szarvuk és patájuk azonban nincs. És egy demokráciában őket is meg kell tűrni. Tudomásul kell venni, hogy a világon sokan vallanak marxista nézeteket. A feleségemtől éppen eleget hallom ezt. Tehát nős ember. Igen. Mi az, hogy 18 éve. Gyerekek? Igen, két lányunk van. Már tinédzserek. Aha. És maga férnél van? Nem, elváltam. Nekem is van egy lányom. Uh-huh. 18 év rendkívül hosszú idő egy házasságban. Hogy bírja ki ennyi időn át a politikát? A feleségem miattam ígéretes politikai karriert áldozott fel. Igazán? Milyen karriert? Uh-huh. Elkötelezett marxista volt. Tréfál velem, marxista? Olykor ő is mereven, hajlíthatatlanul védi a nézeteit. De épp ugye nincs telenek életének javításáért fáradozik, mint én. Milyen egy marxistával élni? Nem könnyű. Látom, szereti az önéletrajzokat. Tetszenek a valódi emberekről szóló könyvek. Sóról ez a legjobb életrajz. Igen? Maga nyilván drámaíróként ismeri, én viszont szocialistaként. Tudod róla, hogy felemelte a szavát az első világháború ellen? Azért nem csukták le, mert szellemesen fogalmazta meg a mondandóját. Mi angolok csodáljuk a szellemességet. Hallottam egy történetet Churchillről. Szólásra emelkedett az alsóházban, hogy ismertesse a veszteséget. Roppant kellemesen éreztem magam mellett. Úgy jelentette be, mintha valami nagy... Régi barátként tekintettem rá. Mintha egész életemben ismertem volna. Rejtélyes vonzódás része volt egy kirakós játéknak, melyet később állítottam össze. Mit kérsz reggelire, Jerry? Az a keksz megfelel. Soha nem tudok kényelmesen megreggelizni. Remélem, ízleni fog a tea. Zacskóst választottam. Mondd csak, ez óra? Igen. Ha rendes órát hordok, valahogy felgyorsul az idő. Így is, úgy is ez történik, nem igaz? Köszönöm. Gyakran jársz Londonban? Igen. Attól függ, hová szólít a munkám. Olyan kicsi a világ, hogy néha csak egy golflabdának tűnik. Szeretnélek viszont látni. Köszönöm. Te is szeretnéd, ha találkoznánk? Igen. Az lenne a legjobb, ha Londonban próbálnánk meg. Vagy Párizsban. Ott is gyakran van dolgom, úgyhogy mindkét város egyformán megfelel. Ezek a hivatali számaim. Rendben. Indulnom kell. Villámgyorsan történt. Amint Jerry kitette a lábát, telefonált az ügynököm, ami még jobban felpörgette az eseményeket. Shirley? Itt Mart. Megnézzük, milyen Amelia Earhart forgatókönyve. Már is. Fred Cinnamon tárgyalni akar veled Londonban. Oda tudnál utazni?
Hamarosan különös véletlenek sorára figyeltem fel kapcsolatunkban. Minden simán ment. Néhány barátom rendelkezésemre bocsátotta londoni lakását. El akartam kerülni, hogy felismerjen valaki, ezért Greta Garbo stílusú álcához folyamodtam. Összpontosítani. Folyton te jársz az eszemben. Te meg az enyémben. Nem vagy éhes? Edd meg, nagyon finom. Igen, jobb lesz, ha eszem, mielőtt elmegyek. Hogy elmész? Hát... Azt hittem, itt maradsz. Nem, haza kell mennem. Értem. Holnap délután el tudok szabadulni. Igen. Bocsáss meg, ez épp olyan szokatlan nekem, mint neked. Gyere el velem Párizsba. Ott nem lesz túl sok dolgom, kirándulhatnánk a hétvégén. Mi lesz ebből, Jerry, ha így haladunk? Már úgy is nyakig benne vagyunk. Ajándék. Azt hiszem, először a hajad babonázott meg, Jerry, ez a tincs. C'est un plaisir de vous revoir, madame. Merci. Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. De salade mayonnaise. Et puis on verra. Merci. Merci. Eddig minden rendben ment? Simán. A szállodában megígérték, hogy nem tájékoztatják a sajtót. Prima, rám sem figyelt föl senki. Akkor együnk valami nagyon finomat. Áruld el, Shirley. Amikor szerelmi jelenetet játszol a filmekben, abban te magad is benne vagy? Hogy érted azt, hogy benne vagyok-e? Hát, nem is tudom. A szerelmi jelenetek valódiak. Úgy érted testileg? Igen. A 25. felvételig valódiak. De aztán... Oh, azután már jelentősen csökken az átélés. Oh. Úristen, ott van 4 angol újságíró. Együtt vacsorázunk, hát aztán... Nem szeretnék erről olvasni az otthoni lapokban. Jerry? Jó estét, Jerry. Örülök, hogy látom. Miss McLean, hogy került Párizsba? Dolgozunk egy terve, remélem meg tudjuk valósítani. A világ bajait igyekeznek orvosolni, ugye? Igen. Mi a véleménye az atomfegyverek számának befogyasztásáról? Egy kis türelmet kérek, mindjárt oda megyek és megbeszéljük. Jó. Örülök, hogy láttam. Én is.
Jerry, miért viselkedsz ilyen mereven? Nem mindenki ellenség. Azt hiszem, lassabb iramban kellene haladnunk. Rendben van. Ahogy akarod. Egy kis időt velük kell töltenem. Most? Ma este? Hát nem leszünk együtt. Most nem lennék jó társaság. Gondolkoznom kell, és... Ha akarod, elutazom Párizsból. Aztán előbb-utóbb majd találkozunk újra valahol. Nem akarom, hogy elmenj. Ismered a Saint-Germain állét? Igen. Akkor találkozzunk abban a szállóban, csak egy van ott. Mikor? Holnap. Jerry, amikor elkezdted velem ezt a viszonyt, nem tudtad, hogy nyilvános helyen megjelenni nehéz lesz vele? Nem nagyon. Azt hiszem, nem gondoltam rá. Hát, egyszerűen elmegyek. Mondd azt nekik, hogy dolgom van, és tedd azt, amit helyesnek látsz. Rendben, köszönöm. Igazán csodálatos volt. Nagyon örültem. Köszönöm. Amint ott álltam, azon tűnődtem, honnan eredhet ez a rejtélyes vonzódás. És mi mindenre vagyok hajlandó annak érdekében, hogy ezt kiderítsem. Ne haragudj a tegnap este miatt. Szükségem van rád. Fordítsuk meg. Úgy. Jó van, a lepedő a tiéd. Itt a pokróc. Igazíts meg. Van időd reggelizni? Nincs. Egész biztos, hogy visszatalálsz? Persze. Vadabb helyekről is visszataláltam már, mint egy kis francia falu. Akkor jó. Ez inkább maradjon nálad.
A szoba, amelyet a hétvégén élettel töltöttünk, meg elcsendesedett. A falak némán meredtek rám. A szerelem szót egyikünk sem ejtette ki. A galéria tulajdonosa támogatni szeretné a kampányomat. Ha megtetszik egy festmény, vedd meg. Élj egy kicsit. Persze azt hiszem, a tanácsom nélkül is ezt teszed. Bella, nagyon örülök. Miss McLean, örvendek. Én is örülök. Tom, hogy megy a bolt? Köszönöm, jól. Át fog ülni a képviselőházból a szenátusba. Rám férne egy kis segítség. Van egy új művész, akit megmutatnék. A kaliforniai Elluminarium galériából. Azt hiszem, tetszeni fog. Rám nagy hatást tett. A neve Gilbert Williams. New Age művész. Kaliforniában már nagyon népszerű. New Yorkban most kezd befutni. Ez itt a kedvencem. Mi a véleményük? Mit ábrázol? A Lincoln emlékművet özönvíz után. Mit akar ezzel kifejezni? David! Bemutatom David Manninget. Ő szakértő. Ismerkedj meg Shirley MacLaine-nel és Bella Abzuggal. Igazán nagyon örülök. Körvendek. Mindkettőjüknek lelkes híre. Köszönöm. Láttam a londoni műsorát. Remek volt. Ó, köszönöm. David, megmagyaráznád ezt a képet? Ő maga is festő. Hol igen, hol nem. Inkább igen, vagy nem? Pillanatnyilag semmit sem csinálok. Hogy lehet semmit nem csinálni? Tényleg nem könnyű. Mit akar ez jelenteni? Tulajdonképpen tetszik, de nem értem. Nekem csak azért tetszik, mert a festő magas frekvenciájú színekkel dolgozik. Ezek magas frekvenciájú színek? Igen, igen, ezek yin színek. Yin? Igen, női színek, az intuíció színei. Intuíció, mint a nőkben? Általában úgy tartják, hogy az intuíció a nőkre jellemző. Mondhatnánk akkor, hogy ez feminista festmény? Erre ugyan még sose gondoltam, de igen, azt hiszem, mondhatjuk, hogy ez feminista művészet. Vedd meg! Maga tudtán kívül támogatja Bella kampányát. Örülök neki, remélem győzni fog. Maga kaliforniai? Nem vagyok oda valósi, de oda költöztem. Igazán? Az elmúlt éveket utazással töltöttem. Merre felé? Európa, India, Afrika. Most érkeztem Perúból. Perúból? Mindig vágytam rá, hogy eljussak oda. Amire vágyunk, azt mindig elérjük, nem igaz? Shirley, megtennéd, hogy kifizeted? Percre be van osztva az időm. Jó, megyek már. Köszönöm a felvilágosítást. Kaliforniában talán találkozunk. Malibuban lakom. Tudom. Olvastam a könyvében. Értem. Még egyszer köszönöm. Köszönöm, drágám. Talán Jerrynek adom a képet a születésnapjára. Hová teszi? Nem tudom. Talán az irodájába. Mikor repülsz újra Londonba? A jövő héten. Nem könnyű neked, igaz? Nem. A miniszterelnök tegnap hosszasan ecsetelte, mennyire szívén viseli a kormány a harmadik világ sorsát. Felhívom a figyelmét, hogy az éhezésnél nincs fontosabb probléma. Rengeteg ember éhezik. A föld számos részén. És most már igazán eljött az idő, hogy a gazdagabb nemzetek tegyenek valamit. Előzzék meg a küszöbön álló tragédiát. Sok súlyos problémával kell szembenéznünk. Itt van például a munkanélküliség. Igen, teljességgel tisztában vagyok Nagy-Britannia problémáival. Számos alkalommal szóltam ezekről, és megoldásokat is javasoltam. Ha a kormány folytatja a baklövéseit... Köszönöm, igazán kedvesek. Isten éltessen! Hát eszedbe jutott. Igen. Ó, gyönyörű.
Ha idegen helyen vagyok, sosem találok semmit. Keresek egy vázát. Tetszik? Igen, nagyon. De te még jobban tetszel. Fiatal házaskorunkban ezen a környéken laktunk. Igazán? Ma este meddig tudsz velem maradni? Körülbelül éjfélig. És azután mi lesz? Azután volt Jerry, nincs Jerry. Jó, hogy itt tudsz maradni. Azt hittem, a születésnapodon haza kell menned. Nem, nekem már nem számít. De nekem igen. Ülj le. Boldog születésnapot. Hogy tudtad ezt felvinni a gépre? Óriási nehézségek árán. Végül meglágyítottam a személyzet szívét. Azt mondtam nekik, hogy a kedvesem vagy, és a választási kampányod sikere csak is attól függ, át tudom-e adni ezt neked. Hol templom a címe? Szerintem a dolgozószobádban kéne kiakasztanod, mert a yin energia biztosítani fogja számodra a női szavazatokat. Tetszik ez a szín? Állítólag egy rendkívül magas frekvenciájú szín. Az meg mi az ördög? Hát fogalmam sincs, de meg kellett vennem, hogy a barátnőm Bela Apcuk adományt kapjon a kampányához. Szerinte feminista mű. Az a kalapos asszony, ugye? Igen, tündéri. Ő tud kettőnkről? Igen. Néha úgy érzem, egy szigetre kéne költöznünk. Nem kell félned, Jerry. A barátnőm. Jó, nem aggódom. Tessék, tessék, friss gyümölcsöt tessék. Friss a gyümölcs, tessék, tessék. Ennyi elég lesz, kérem. Nagyon köszönöm. Nem vártalak ilyen korán. Mi történt? A lányom kotorászott a szekrényemben, aztán váratlanul megkérdezte, mitől parfümillatúak a ruháim. Nem számítottam rá, zavartam, viselkedtem. Jerry, mi lett a vége? Azt hiszem, mostanra elfelejtették. Legalábbis remélem. Lehet, hogy a kedves család gyanút fogott, és most bosszúért ijednek. Á, jó napot, Mr. Stanford. Tudja, ki ez a hölgy? Miss McLean? Még nem ismerik egymást? Shirley McLean. Jerry Stanford, a következő miniszterelnök. Igazán? Nagyon örülök. Micsoda meglepetés. Nagyon örülök. Na hát fantasztikus. Egyszerre vásárolnak itt mind a kettő. Igen. Minden ismerősöm a választásra készül. Remélem győzni fog. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Bájos asszony, ugye?
Felléptem Rióban és Las Vegasban a műsorommal. Közben többször is elugrottam Jerryhez. Teljesen megbabonázott ez az ember. Kezdtek mulattatni az álöltözeteim. Némelyiket egy koldus asszony is undorral hajította volna el. Ha a kormány tovább csökkenti lakásprogramjának kiadásait, én idézőjelbe tenném a lakásprogram szót. Ennek megint csak a létminimum alatt élő emberek látják kárát. Márpedig az ő számuk napról napra növekszik. Nem titok, hogy a kormány teljes érzéketlenséget mutat az ország dolgozó népének szükségletei iránt. Tehát összegzésképpen fenntartom, hogyha csak egyetlen társunk is szegény, senki sem élvezhet zavartalan jólétet. E törvényjavaslat lépés a helyes irányba. Lehet, hogy népszerűtlen, ám de az újításhoz bátorság kell. Bennünk megvan a bátorság. Úgy van! Nem igaz! Ugyan már, ez nem igaz! Hagyja abba! Amint a szemben ülő tisztelt kollégámra pillantok, egy képmutató gyáva embert látok. Törvényjavaslatunk támogatásához együttérzés kell. Ő nem tudja, mit jelent ez szó. Intelligenciára van szükség. Neki még ennyi esze sincs. Bátorság szükséges. Ez az úr azonban nem igazi férfi. Ez tisztóság! Hazugság az egész! Felháborító! Hogy már így beszélni? Tisztóság! Hazugság! Felháborító! Hogy telt a napod? Úgy, mint máskor. Na, mit szólsz hozzá? Tudtad, hogy ott vagyok? Hát, azt az áruát nehéz nem észrevenni. Hogy tetszett, amit láttál? Nekem produkáltad magad, vagy mindig így viselkedsz? Hogyan? Hát, mintha te lennél a főnök, Jerry. Úgy viselkedtél, mintha már te lennél a miniszterelnök. Tudom, mennyire szíveden viseled a szegények sorsát, de nagyon agresszív voltál. Igen, az. Folytasd, kérlek. Hát úgy láttam, hogy érzéketlen vagy a kollégáid iránt. Az egyiküket durván megsértetted. Nálatok ez így szokás? Igen, hozzátartozik. Másképp nem élveznénk. A fejükre olvasom a következetlenségeiket, különben miért ülnék ott? És akkor is így beszéltél volna, ha tudod, hogy közvetíti a tévé? Miért gondolod, ez túl erős a tévében? Finomítanom kellene a stílusomat? Szerintem nem erről van szó, csak... Hát, annyira agresszív voltál azokkal, akiket meg akarsz győzni, hogy nem tudtam mire vélni. Mondtam, hogy utálom a képmutatásukat. Utálom, ahogy alakoskodnak, ahogy hazudnak. Na, te nem szoktál hazudni. Te nem vagy képmutató. Hogy érted ezt? Én kitartok a politikai nézeteim mellett. Elmondom az igazat, még a hátrányos is nekem, ezt mindenki tudja. Nem, nem, sok mindent nem tudnak rólad. Például mit? Például kettőnkről. Mi köze van ennek a politikához? Na jó, és arról megfeledkezel, hogy rendszeresen felhívsz Interurbán? Hm? Na és aztán? Ki fizeti a hívásokat? Hát, állami vonal. Igen, és az államot ki fizeti? Hova akarsz kijukadni? Jerry, egy politikust, aki történetesen jómódú, lelketlennek neveztél és képmutatónak, ugye? Mi lenne, ha megnéznék a nyilvántartásodat? És rájönnének, hogy Las Vegasban is, Rióban is, Kaliforniában is, New Yorkban is engem hívsz. Elmondanád erről az igazat? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nem fontos. Akkor ki a képmutató? De hát mire célzol? Ez teljességgel magánügy. Pontosan erre célzok. Te azt képzeled, hogy külön lehet választani a személyes ügyedet a politikától.
Ez a fajta gondolkodás jutatta oda a világot, ahol most tart. Várj! Állj meg egy pillanatra. Egy kis pénz problémából indultál ki, és a civilizáció pusztulásáig jutottál el. Tulajdonképpen mi a bajod? Nem nézel szembe az igazsággal. Az az igazság, hogy te nem bírod elviselni, hogy nős vagyok. Erről van szó, nem? Valóban, torkig vagyok már azzal, hogy bujkálnunk kell. Meglapulunk egy idegen lakásban, hogy néhány órát együtt töltessünk. Értsd meg. Olyan ez, mintha kalitkában élnénk. Tudtad, mibe kezdesz bele? Tudtad, hogy nős vagyok. Mi változott meg? Ha? Áruld el, mi változott meg? Megvádoltál, hogy agresszív és érzéketlen vagyok. Te hogy viselkedsz velem? Dühöngsz, mert rabja lettél egy... De igen, rabja lettél egy kapcsolatnak, amit nem tudsz kézben tartani. Rabja? Az elkeseredettséget rám zúdítottad az érzéseimmel, mit sem törődve. Szerintem ez érzéketlenség. Minek lettem a rabja? Amikor kedven tartja, felállhatok és kisétálhatok innen. Nem kell fedeznem magam, miközben kis mellékutcákon osonok. Nem csak te távozhatsz, hanem én is. Shirley, remek volt. Nagyon köszönöm. Jó utat. Majd felhívlak. Szervusz. Azt hittem, miattam jöttél Londonba. Úgy is van. Hol voltál egész éjjel? Miután itt hagytál, szórakozni mentem. Jobban nem tudod eltölteni az idődet? Hogy érted? Hová mentél? Felhívtam néhány barátomat. Elmentünk az Elefántba, beszélgettünk, aztán táncoltunk az Annabelle-ben. Kivel táncoltál? Jerry. Délben már indulok Kaliforniába. Kaliforniában szorgalmasan készültem az új turnémra. Jerryvel rég nem beszéltem. Elhatároztam, hogy semmi szín alatt nem hívom fel. Mr. Stanford irodája, parancsoljon. Igen. Beszélhetnék Mr. Stanforddal, kérem? Külföldön van. Hagy üzenetet? Ó. És mikorra várható vissza? 2 hét múlva. Most hol tartózkodik? Mit mondja, ki kereste? Egy édes kis nőcske. Kösz. Pocsékul ment. Nem tudtam a táncolásra figyelni. Pedig örültem, hogy belemerülhetek a munkámba. Igen, tudom, hogy honnan. Jobbra? Erősen vagy csak éppen hogy? Na. Á. Hol tartott? Oké, kezdjük előről. 1. Hol van a kezed? Az enyém itt van. Vegyük át előről. Jaj, ne. Javítanom kell az állóképességemet.
Másképp sajnos nem megy. Vegyétek fel a kalapot Fosséval, kezdünk. Felkészültetek? 1, 2, 3. Jó. Hagyd abba! Egy kis szünetet tartunk. Ha nevetesz, nem tudok táncolni. Mit akarsz, Mort? Most nem érek rá. Nyerő lesz. Micsoda? Nem is sejted? A balett? Tudom, hogy mire gondolsz, de határozottnak kell lennem. Megmondtam nekik, hogy filmben nem táncolunk. Erre szerződtették Barisnyikovot. Mihailt? Nem, a szabómat, Irving Barisnyikovot. És kik lesznek még benne? Anne Bancroft és persze te. Pont jó, mert a turnéd után kezdődik. Fordulópont. Érdekesnek látszik. Igen, de tedd meg a kedvemért, hogy nem elemezgeted, csak elolvasod. Tudsz szájról olvasni? Ez egyszerűen lehetetlen. Ide figyelj, McLean, mi a csodának kell havonta átugranod Európába? Mi a fenét művelsz? Svájcba utazom hormonterápiára. Tudom, serkenteni a hormontermelést. Hogyan? Egy kis simogatással. Jaj, Mort, imádom a feminista humorodat. Szívesen mondanék még egy pár ilyet, de vár a barátnőm és tilosban parkol. Jó napot! Láttam, hogy maga az. A művész, aki hol fest, hol nem a New York-i képtárból. David Manning. Hát hogy van? Köszönöm, jól. Van valami üzenetem? Értem. Mit csinál itt? Ebben a galériában voltam, és hallottam, hogy maga itt próbál. Igen, a turnémra készülök. Újra elkezdett festeni? Nem lenne kedve eljönni és megnézni egy pár munkámat? Perui fényképek, hm? De igen. Egy óra múlva végzek. És utána pedig esetleg elmehetnénk enni valamit. Hát, rendben van. Bár én sajnos most csak néhány morzsát csipegethetek. Ó, én nem. Jó. Rendben. Furcsa. Ezek mind perúiak? Tibeti arcokra emlékeztetnek. Nézze az arcsontjukat, a fekete mandula szemüket és a fekete hajukat, nem? Igen. Egy elmélet szerint ezek a hegyi emberek a Himalájából és Tibetből származnak. Átvándoroltak Szibérián, átkeltek a Bering-szoroson, és jött Észak-Amerika. Végül pedig Dél-Amerikában a perui Andokban telepedtek le. Szép hosszú út lehetett. Uh-huh. Tanult antropológiát, David? Nem, de sokat olvasok. Elmehetnénk enni valamit? Igen, de előbb kérdeznék valamit. Amikor ilyen kultúrákat fényképez, a szépséget vagy a szegénységet látja? Mint művész a szépséget látom, mint ember észlelem a szegénységet, de mint spirituális lény úgy vélem, minden úgy történik, ahogyan kell. Ezt hogy érti? Van testünk, lelkünk és szellemünk, és mindhármat táplálnunk kell. Szóval farkaséjes vagyok. Menjünk. Eszembe jutott, amit David mondott. Minden úgy történik, ahogyan kell. Mit szólna ehhez, Jerry? És mit jelent ez a megállapítás a kapcsolatunk szempontjából? Van valami üzenet a számomra? Értem. Köszönöm. Halló? Shirley? Bella, te vagy az. Szerinted ez baráti üdvözlés? Bocsáss meg, hogy vagy? Hallom a hangodon, hogy még mindig nem hívott. Nem, valóban nem. De miért nem hívott fel? Azért, mert én nem akarom. Nyomasztja a képmutatása, és bűntudata van. Mint némelyik washingtoni politikusnak. Bella. Tudod, mi a véleményem, kedvesem? Neked senki sem jó. Mikor indulsz a turnédra? Hamar elsején. Hogy érzed magad? Meglepően klasszul. Csak ezért hívtalak. Köszönöm, Bella. Imádlak. Én is szeretlek. Jó. Halló!
nem hall, Shirley? Jó napot! Megint én vagyok. Van kedve sétálni egy kicsi? Nem bánom. Éhes, ugye? Mint mindig. Átöltözöm, és már is viszek valamit. Hello. Hello, jó reggelt. Hogy van? Jól, és maga? Én is. Kér egy barackot? Barackot? Az finom. Tejszín van hozzá. Jó, sétáljunk. Ma nem reggeliztem. Napkelte óta itt vagyok. Gyönyörű. Igen, az. Tényleg az. Hogy megy a festés? Jól. A képtár kiállítást rendez a munkáimból. Komolyan? Kiderült, hogy a tulajdonos iskolatársa volt. Micsoda szerencsés véletlen. Én nem hiszek a véletlenekben. Minden úgy történik, ahogyan kell. Miért mond mindig ilyeneket, hogy nincsenek véletlenek? Mert nincsenek. Gondoljon azokra. Mitre? Arra a három körre, amit a nyakában hord. Hol szerezte? Ismertem egy maszáj törzsfőnököt, és igen, de hogy jutott hozzájuk? Emlékszik rá? Persze, hogy emlékszem. Körülbelül 10 éve történt. Beállított egy hosszú hajú szakállas srác. Azt mondta, megkérte a maszáj törzsfőnök, hogy hozza el ezeket a köveket, ezért jött el. Egész szép nyaklánc lett, ugye? Ez az egészség, ez a bölcsesség, és ez a... Ez a biztonság, tudom. Honnan tudja? Én hoztam el őket. Micsoda? Én voltam az a hosszú hajú szakállas rác, aki elhozta a köveket. Fényképezni utaztam Afrikába. Összefutottam ezzel a maszáj törzsfőrökkel. És ő úgy gondolta, hogy amerikai lévén ismerem magát. Ezért ide adta a köveket. Amikor visszatértem ide, megérdeklődtem a címét, és átadtam őket. Tehát maga volt az a srác, aki idejött? Igen, én voltam. Eddig miért nem mondta ezt, David? Hát, sok mindent nem mondtam még el. Igazán? Például mit? Nos, hogy mindennek van valami célja. Miért mond folyton ilyeneket? Mit jelent ez? Így van, és kész. Mi? Vegyük például ezt a barackot. Az a célja, hogy berepüljön a tengerbe. Mert teljesen összekent. Csupa baszat lettem. Na mindegy. Sétáljunk tovább. Gyerünk, sétáljunk. Az egész napot együtt töltöttük. David sok mindenről hallgatott, más dolgokban viszont igen nyitott volt. Azt vettem észre, hogy olyasmit is elmondok neki, amit másnak csak nagyon ritkán, és kikérem a véleményét. Aki már annyit élt, mint én, elkezd töprengeni. Mi az élet értelme? Nem azért csinálom, mintha boldogtalan lennék. Vannak problémáim, gondjaim, de most nem erről van szó. Mindig úgy tapasztaltam, hogy a boldogság itt van az udvarunkban. Az Ózban valahogy így mondták. Sokat segítesz. Az én udvarom a csendes óceán. Pontosan. Jó, de mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minden, amit tudni akarsz, ott van bent magadban. Te vagy a csendes óceán. A világegyetem. Ez egy kicsit fellengzős kaliforniai stílus. Én vagyok a világegyetem. Amint megérted, hogy mostani és régebbi életed Istenhez kapcsolnak, nem fogod úgy érezni, hogy hiányzik valami. Jól hallottam, régebbi életeim? Uh-huh. Régebbi életek? Hallottál a Bódifa könyvesboltról? Nem. A Merrose Avenue-ban, találkozhatnánk ott holnap délután. Mutatnék ott neked néhány könyvet. Reinkarnáció? Igen. Szia, David! Szia, David! Mikor is találkoztunk vele utoljára, nem is tudom. Sziasztok, lányok! Az egyik régebbi életem. Jó élet volt. Voltál már igazán szerelmes? Egyszer igen, de elszakadtunk egymástól. Nagyon különös élmény volt. Meséld el. Elmesélem, de majd egyszer máskor. Hogy a mindenható meg az összes szentje csapjon bele. Talán fel a rohadt kocsiba. Most nézd meg. Ez bizony defekt. Rémes napom van ma. Nyilván megvan az oka. Legalább a boltig hagyjuk a metafizikát.
Várj, segítek kereket cserélni. Nem akarok kereket cserélni, nem azért járok bérelt kocsival. Tartsák rendben úgy, hogy ne legyen vele baj, én ezzel nem foglalkozom. Hova hoztál? Na, mivel kezdjem az olvasást? Hát, elolvashatnál néhány ezoterikus könyvet, amit itt találsz a reinkarnációról. Vagy olvashatnál Platont, Pitagorászt, Emersont, Walt Whitmant, Voltaire-t, Goethe-t. Ők mind írtak erről. Azt állított, hogy a felsoroltak mind hittek a reinkarnációban? Igen. Voltaire kijelentette, hogy ha sokszor születünk, az semmivel sem meglepőbb, mint ha csak egyszer. Te igazán hiszel ebben? Szóval abban, hogy korábban is éltünk már, hiszel ebben? Igen, én hiszek. Ezek szerint bizonyos embereket régebbről ismerünk, ugye? Igen, mindenkinek volt már déjà vu élménye. Nem érezted bizonyos embereknél? Mintha ismernéd őket, vagy valakit látszólag ok nélkül nem kedvelsz. Igen, előfordult, hogy ne, de eddig sose vettem komolyan az ilyet. Ne intézz el egy kézlegyintéssel, úgyhogy mélyedj bele. Közben rájöttem, hogy miért kaptál defektet. Miért? Mert sok időt kell itt töltened. Én sem megyek el. Ajjaj. Kevés olyan alkalom van az életben, amiről azt állíthatjuk, hogy mindent megváltoztatott. Azt hiszem, úgy történt, ahogy David mondta. Mintha vezettek volna. Attól a naptól fogva minden metafizikai témájú könyvet elolvastam, amihez hozzájutottam. A reinkarnáció tanáról megtudtam, hogy egyidős az írott történelemmel. A görögök, egyiptomiak, buddhisták, hinduk mind-mind hittek abban, hogy a lélek halhatatlan, és újra meg újra testet ölt, hogy tanuljon. A karma hozzátartozik a reinkarnáció tanához. A karma az ok és okozat törvénye. Amit teszünk, annak következményei vannak. Amit a lélek egy bizonyos életben elvet, azt olykor csak egy jóval későbbi életben aratja le. Ezt kozmikus igazságtételnek nevezik. Beláttam, hogy ha hiszünk a reinkarnációban, többé nem kell félnünk a haláltól. Hello, Shirley! Ezentúl másképp láttam a világot, és mindazt, ami történt benne. Elgondolkodtam a saját életemen és szereplőim. Ekkor kezdett érdekelni, hogy ismerettségünk Jerryvel vajon korábbról erede. Ezért vonzódunk-e olyan ellenállhatatlanul egymáshoz? Talán megoldatlan problémákat hoztunk egy korábbi életünkből, és ebben az életben kellett megtalálni rájuk a választ. Halló? Ki? Jerry! Szervusz! Takarékoskodom az adófizetők pénzével. Talán észrevetted. Igen, észrevettem. Hogy vagy? Hallottam, hogy külföldre utaztál. Igen, Brüsszelbe kellett mennem. Most értem haza. A kampányod hogy halad? Jól. Meg lesz a turnéd? Igen. Ausztráliába utazunk, Japánba, onnan pedig Mexico Citybe. És Hongkongba? Oda nem. 6 hét múlva odautazom egy konferenciára. Rá kell vennem az impresszáriómat, hogy szervezzen oda egy fellépést. Hiányzol. Te is nekem, Jerry. Szeretnélek látni. Hiányzol, amit tudok, megteszek. Holnap újra felhívlak. Jerry, figyelj csak! Azt a... Oh,
Mostanában sokat töröm a fejemet. Gondoltak már arra, hogy talán korábban is éltek már? Azt hiszem, sokan tűnődnek ezen. Különösen a szerelmesek. És a dalszerzők, akik szerelmesekről írnak dalokat. When you're awake, the things you think come from the dreams you dream. Thoughts have wings, and many things are seldom what they seem. Sometimes you think you've lived before all that you live today. Things you do come back to you as though they knew the way. Oh, the tricks your mind can play. It seems we've stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happened for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before. But who knows where or when. Holnap egész nap az értekezleten leszek. De arra gondoltam, hogy holnap este az új területeken vacsorázhatnánk. Nagyszerű, Jerry. Holnap este nem lesz előadás. A tegnapi hogy sikerült? Prímán. Betettem egy új számot. A címe Hol vagy mikor. Rogers és Hart írta, ismered? Nem, nem ismerem. Ó, remekül ment. Csodálatosan érzem magam ezen a turnén, Jerry. Rengeteg érdekes emberrel ismerkedtem meg. Tudod, sokan beszélnek arról, amit úgy neveznek New Age filozófia. Mi az? Hát az az elképzelés, hogy talán nem csak ebből áll az egész. Micsoda? Hát például lehet, hogy mi már korábban is ismertük egymást. Minél korábban? Egy korábbi életünkben is ismerhettük egymást. Tudod, a reinkarnáció. Reinkarnáció? Látom, mennyire hiszel benne. Természetesen egy csöppet sem. Miért természetes? Mert ez csak képzelgés. Olyanoknak való, akik nem tudják elfogadni az életüket. A föld legnagyobb elméi közül jó néhányan hittek benne, és ma is hisznek. Shirley, a gazdagok mindig így manipulálták a szegényeket. Gondolj Indiára, a szegény ördögök másban nem tudnak kapaszkodni. Ha nem a következő életükkel törődnének, jobban odafigyelnének arra, hogy most mi történik velük. És így alaposan megkönnyítenék a dolgomat. Igen, de én úgy gondolom, hogy talán az életek láncolatában mindnyájan voltunk gazdagok és szegények, és sohasem alaposok nélkül. A szegénységet nem lehet igazolni. Az élet az, amivé tesszük. Most, nem pedig legközelebb. Mindenkinek megvan a saját igazsága. Mit csinálsz? A szoba pincért hívom.
Gyere ide. Mintha abban egyeztünk volna meg, hogy csodálatos napokat töltünk együtt. Mással nem törődünk, csak magunkkal. Hát jó. Szamárság volt tőlem, hiszen tudom, hogy nem sokáig lehetünk együtt. Rendben van. Úgy érzem, már álltunk így, egykor, talán. Olyan így néztem szemedbe akkor. De nem emlékszem, hogy hol és mikor. Elnézést. Ismeri ezt a könyvet? Melyikre gondol, kérem? A két bolygó lakójára. Há, igen. A metafizikai irodalom klasszikusának számít, egy 18 éves közvetítő médium adta át. Mi az a közvetítő médium? Egy-két szellemi lény mindig ugyanazt az embert használja médiumnak. Általuk továbbítanak tudásanyagot a túloldalról. Az a szellemvezető, aki a fiún keresztül szólalt meg, egy korábbi atlantiszi inkarnációjáról beszélt, amelynek... Higgyel, csodálatos könyv. Igazán? Különös dolog történt. Ahogy itt álltam és olvasgattam, ez a könyv föntről egyenesen a kezembe esett. Velem gyakran előfordul hasonló eset. Mint most. Mondja, nem találkoztunk mi már valahol? Én most a Majestic Színházban játszom, talán látta a műsoromat. Hát persze, Shirley Jones. Nem, McLean. Igen, csodálatos volt. Köszönöm. Imádok spirituális témákról társalogni. Angliában gazdag hagyománya van ennek. Talán hallott már a Brit Pszichikai Kutatások Társaságáról, amelyet Sir Arthur Conan Doyle tett híressé. Tudja, Sherlock Holmes. Ó, igen, igen. Már jó ideje gondosan tanulmányozzák a médiumi jelenségeket. Maguknak, amerikaiaknak ott van Edgar Casey. Ki? Alvó profétaként ismerték. Egy csomó könyvet írtak róla. Azt hiszem, nekünk is van néhány. Ah, igen. Nézze, azok az információk, amelyeket transzban közvetített, egyszerűen fantasztikusak. Tudja, eddig soha nem gondoltam rá, hogy a lelkek szólni tudnak hozzánk a spirituális dimenzióból. Igen. Ezek a lelkek beszélnek hozzánk, amíg nem töntenek úgy, hogy újra testet öltenek. Eddig sohasem láttam összefüggést a várakozó lelkek és a reinkarnáció között. Valójában senki sem hal meg. Igen, az összes lélek él. Egy részük ebben a fizikai dimenzióban, egy részük pedig nem. Vonzó gondolat. Az, ugye? Ne, fogadja el ezeket tőlem. Nagy örömet szerezne vele. Jaj, milyen kedves. Köszönöm. Nagyon meg vagyok hatva. Élvezni fogom őket. Viszontlátásra. Kapcsolatba léphetne a Brit Pszichikai Kutatások Társaságával. Az angolok mindig nyitottak voltak ezen a téren. Jó, lehet. Eddig sajnos nem úgy tapasztaltam.
Gondoltál már arra, hogy abba hagyjuk? És te? Nem, én nem. És te? Nem. Akkor jó. Tudom, hogy tart még a turnéd, de a jövő hónapban Hawaii-ba utazom egy konferenciára. Nem tudnád valahogy megoldani? Pontosan mikor leszel ott? 20-án és 21-én. Mi nevetsz? Az előbb beszéltem Morttal. Szervezési problémák miatt azokon a napokon éppen szabad leszek. Akkor odajössz? Igen. Ó, igazán szerencsés véletlen. Én többé nem hiszek a véletlenekben. Nem. Kérem, nyilatkozom, nem, mi lesz? Kérem, nem, nem nyilatkozom. Hát nézzék, nem várok áttörés, csak annyit mondhatok, de mi igazán mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Jövő hétre szükségünk lesz az összes telefonszámra. Használjuk ki ezt a fél évet, igen? Tessék. Szervusz, Belluska. Honnan beszélsz? Hawaii-ból. Hogy vagy? Isten, ilyen 4 órája érkeztem akárcsak ő, de még nem találkoztunk. Nem csodálom, ezek az észak-dél értekezletek sosem érnek véget. Mindig ugyanaz. Álcázom magam, mint Matahari. Aztán üres szobákban várom, hogy végre felhívjon. Hogy hívjon fel, ha beszélsz? Egy kedves barátnőmet hívtam fel, hogy érdeklődjem a kampányáról. A kedves barátnőd 5 perces késésben van egy ebédről. Szorosnak ígérkezik a verseny. Nem, nem, simán győzni fog Apcuk szenátor. Köszönöm, kedveském. Mikor jössz New Yorkba, hogy láthassalak? Hát a fordulópontot összekezdjük el, akkor találkozunk. Hiányzol. Szeretlek. Én is szeretlek. Remek érzés valakitől hallani ezt. Miért tőle nem hallod? Kisemeljük ezt a szót. Ajvé. Te mondtad. Szervusz. Szervusz. Tudj csak egy életünk hátralévő részét. Hogy szerezni szavazatokat? Te vagy az. Igazán te vagy. Gyere velem.
Nézd, milyen színű a tenger. Ilyet nem látni Angliában. Fog csak meg. Bejössz velem? Nem. Na, gyere! Gyere! Képzeld, ilyen boldog még soha életemben nem voltam. Igazán? A legutóbbi után megnyertem egy választást. Napokig rossz kedvem volt. Mit érzel, amikor veszítesz? Hasznos kihívásnak tekintem. Erőt ad. Ha nem kell küzdenem, boldogtalan vagyok. Küzdened? Hát érdemes lenne megvizsgálni ezt bokát. Igen. Hallgass már el. Igen, oh. Kell vizsgálni. Mit akarsz tőlem? Mondd meg. Hát, ha boldogok lennénk, amikor együtt vagyunk. Te boldog vagy? Igen. De mostanában sokat morfondírozom azon, vajon élhettem-e már a mostani életem előtt. Ha erre nem borulna fátyol, még boldogabb volnék. Komolyan beszélsz? Igen. Amikor először találkoztunk, Jerry, úgy éreztem, hogy már ismerlek. Ostobaságnak tűnik? Nem, szerintem nem. Valahogy felismertelek, és ez mélyről jövő érzés volt. Majdnem olyan, mint egy emlék. És a találkozásunk nem véletlen volt, hanem szükségszerű. A sors akarta így, igaz? Igen. Tudom, hogy sokkal, sokkal több történik itt ezen a bolygón annál, mint amit látni lehet. Áruld el, hogy szerinted mi az? Nem tudom. Valami, ami a szellemmel kapcsolatos. És tudod, amikor így gondolkodom, boldogsággal telik meg a szívem. Érzem, hogy van Isten, és mindketten a részei vagyunk. Jerry. Én nem hiszek Istenben. Csak a munkámban hiszek. Jerry. Jerry. Szeretlek. 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 Miért tartott ennyi ideig, amíg végre kimondtam? Nem tudom. De most mindketten kimondtuk, és nem számít. Istenem, hogy tudlak téged beilleszteni az életembe? Nem tudom. Nem tudom. Nem egészen másfél százalékkal vesztettem. A két férfi, két liberális férfi legyőzött egy liberális nőt, akinek talán ott lenne a helye. De most már kár beszélni róla. Találkoztál Martinnal? Igen. Könyvet ír a közös életünkről. Nem akarja, hogy elolvassam. Biztos megvan rá az oka. Na, hogy megy a fordulópont? Remekül. Holnap egy orosz tejázó előtt forgatunk, jövő héten pedig visszamegyünk Kaliforniába.
És? Miről akarsz beszélni? Jerryről. Nem tudom, hogy mit évő legyek. Gondolod, elhagyja érted a feleségét? Nem, nem hiszem, és nem is szeretném. Valaminek történnie kell. Havaj nyilván mély nyomot hagyott bennetek. Igen, így van. Ó, Bella. Az a furcsa érzés motoszkál bennem, hogy a Jerryvel való viszonyomat számunkra ismeretlen tényezők indították el. Mire gondolsz? Talán találkoztunk már. Egy régebbi életünkben. Egy régebbi életetekben. Igen. Persze. Te flúgos vagy. Figyelj ide, Bella. Kérlek, hallgass végig. Hm? Hogy nem ez az első életed? Van erre valami bizonyítékod? Bizonyítékom természetesen nincs, ez csak érzés. Tudod, a reinkarnáció. Jaj, mamám, eszembe jutnak a narancsszínű lepelbe burkolózott kopasz alakok, akik a sarkon rázzák a csengőjüket. Shirley, beszéljünk komolyan! Te praktikus nő vagy egy gyakorlati problémával. Londonba akarsz költözni? Nem, még csak oda se akarok menni, hiszen ott él a felesége. Miért nem? Nyilván ő is hozzátartozik ehhez az elmúlt élethez. Nem lennék meglepve. Ivy-nak igaza volt. Visszatértem Kaliforniába. Nem tudtam, hogy találkozhatnék Jerryvel. És még ha sikerült volna is, akkor se tudtam volna, mit mondani neki. Folytattam az olvasást. Aztán feljegyeztem a benyomásaimat. És hogy mindez mit jelent a kapcsolataim szempontjából? Úgy láttam, csak Daviddel értek szót. Szerinted lehet szeretni valakit, aki nem hisz Istenben? Nehéz dolognak tartanám, mert olyan, mintha azt mondanák, hogy önmagukban nem hisznek. Márpedig könnyű valakit szeretni, aki önmagát nem szereti. Olyan, mintha nem tudnák, hogy kik ők. Ha nem tudjuk, kik vagyunk, nem szerethetjük magunkat. Nem kellemetlen, amikor úgy érzed, hogy nem vagy igazán önmagad? De igen, mindig. Igen. Ebben próbál segíteni az összes mester. Miféle mester? Tudod, Krisztus, Buddha, az indiai avatárok egyben mesteri politikusok voltak, akik a gyökereig hatoltak a társadalom és az ember problémáinak. Néhányan azt hirdették, hogy ha mind elhinnénk, hogy részei vagyunk Istennek, a mennyország bennünk van, és persze ennek megfelelően élnénk is, akkor nem lenne annyi bajunk önmagunkkal. Önmagunkkal és másokkal. De úgy látszik, hogy ahhoz, hogy ehhez a felismeréshez eljussunk, sok életre van szükség. A Bibliában miért nincs szó a reinkarnációról? A kereszténység miért nem tanítja? Hát tudod, a válasz erre az 553-ban tartott vitatott második konstantinápolyi zsinat adja meg, amelyet annyira Justinianus császár irányított, hogy a pápa tiltakozásul részt sem vett rajta. Így Justinianus keresztül vitte az akaratát. Noha a reinkarnáció igencsak gyakori témája volt a korai egyházatyáknak, a zsinat elítélte a lélek korábbi létezésének tanát. Justinianus, vajon mi lehetett ezzel a szándéka? Ha valaki megszokja a gondolatot, hogy császár, kellemetlen lehet abban hinni, hogy egyszer akár kanászként is visszatérhet. Az egyház miért fogadta el? Azt hiszem, Justinianus először nyomást alkalmazott. Később pedig talán nekik is megtetszett, mert nem akarták, hogy az emberek felelősséget vállaljanak a saját karmájukért. A saját karmájukért. Mert ugye, ha hinnék abban, hogy korábban is éltem és újjászületek, és minden, ami tőlem indul ki, visszatér hozzám, kétségem se lenne a felől, hogy én vagyok a felelős mindenért, ami történik velem. Pontosan. Ettől ki lehet borulni, David, ha belegondolunk, mit jelent valójában. Ajánljak egy hasznos gyakorlatot, ami segít megérteni, hogy Isten mindnyájunkban bent lakozik. Gyakorlatot? A következő. Állj fel, nyújtsd ki a karodat, és mondd ezt. Isten országa bennem van. Szeretem magamat.
Isten országa bennem van. Szeretem magamat. Várj, még jobbat mondok. Mondd... Mondd azt, hogy én és Isten egyek vagyunk. Várj, várj, eszembe jutott egy még jobb. Ez lesz a legjobb. Mondd azt, Isten vagyok. David, ezt nem tudom mondani. Ennyire nem becsülödöm magad. Ki sem bírod mondani. Isten vagyok. Isten vagyok. Egy kicsit hangosabban kellene, több meggyőződéssel. Isten vagyok. Isten. De ha én Isten vagyok, akkor te mi vagy? Másokban mindig ugyanazt látjuk, amit önmagunkban. Isten vagyok. 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 Én vagyok. Shirley! Katerina! Szia! Hogy vagy? Mi újság? Látom, kínzod a szerencsétlenetet. Mi az, hogy? Nem sokára remek lesz a kondiuk. Ha ezt túlélik. Harriet! Ne hagyd őket aludni! Jó! Ha kibírják, épp úgy fogják élvezni, ahogy én. Elkísérlek egy darabon, jó? Prima. Hát, azt csiripelik a verebek, hogy érdeklődsz a szellemi témák iránt. Igaz ez? Igen, tényleg jól hallottad. Az énem teljesen új dimenzióit fedezem fel. Csodálatos dolog, ugye, Shirley? Szerinted is? Te is foglalkozol ezzel? Persze, mi mással érdemes? Egyik gurútól mentem a másikig. Szaj baba meg a többi. Már tudom, hogy a válaszok bennem rejtőznek. Azt megértettem, hogy bele kell merülnöm, de még nem jöttem rá, hogyan csináljam. Van kedved találkozni egy izgalmas személlyel? Férfi? Félig meddig. Hogy félig meddig? Annak idején férfi volt. És most mi? Táncos nő San Franciscóban? Nem. Szóval jelenleg nincs teste. Tehát nincs teste. Úgy érted, szellemi lény? Pontosan úgy értem. Manapság csak ilyenekkel érdemes szóba állni. Kett, ne viccelj. Komolyan. Találkoznod kellene ezzel a csodálatos szellemi lényel. A neve Ambres. Egy Johansen nevű embert használ eszközként. Johansen a féle közvetítő médium? Igen, igen, az. Johansen egyszerű ács, aki Stockholmban él. És a tanítója Ambres. Rajta keresztül szólal meg, eszközként használja. Igazán? Ó, Shirley, csodálatosak a tanításai. Tavaly odautaztam. Neked is érdemes lenne. Stockholmban? Nem akarsz sílécet venni, vagy valami hasonlót? Nem szeretnéd viszont látni Brigittát? Ő ismeri Ambrest, és fordíthatna neked. Nem. Én egy hegytetőn szeretnék üldögélni. Halló? Szervusz. Jerry, hiányzol. Te is nekem. Találkozhatnánk Stockholmban? A jövő héten. Stockholmban? A svéd Stockholmban? Szinkronicitás. Micsoda? Semmi. Tudom, hogy Stockholmban hideg van, de két hetet ott kell töltenem. Szeretnék veled egy fontos dologról beszélni. Nem hiszek a fülemnek, Jerry. Én foglaljak magamnak szállodát? Ha megtennéd,
Én a Grand Hotelben szállok meg. Ha hétfőn reggel oda telefonálsz, mondd azt, hogy Edwards vagy. És hagyj üzenetet, a szállodát számát. Rendben. Szeretlek, Jerry. Szeretlek, és jó lenne, hogyha... Jerry mindig ilyen romantikus módon búcsúzott el. Aztán gondolkodóba estem. Vajon mit akar velem megbeszélni? Tartósabbá szeretné tenni a kapcsolatunkat? Fel vagyok én erre készülve? Katerina, üdvözöl. Hogy van, Kett? Remekül. Ambrose tanításai láthatólag nagy hatást tettek rá. Nagyon kíváncsi vagyok, mi is ez a közvetítés, képzelheted. Persze, sokféle ember jár Ambreshez. Népszerű lett. Az érdeklődők főleg az elmúlt életeikre kíváncsiak. Ambrose azt tanítja, hogy mindannyiunkban megvan a képesség és tudás arra, hogy bármit megtehessünk. És óriási pozitív energiával rendelkezünk. A korábbi életekről mit mond? Beszél róluk az embereknek, de mindig hangsúlyozza, hogy a mostani élet a legfontosabb. Csütörtökön, amikor találkozol Ambresszel, majd meglátod. Ó, nagyon köszönöm, hogy kijöttetek a repülőtérre elém, Brigitta. Már is otthon érzem magam. Örömmel tettük. Ilyen a svéd vendégszeretet. Tudom. Ha szükséged van valamire, nyugodtan telefonálj. Kösz, Lars. Más dolgom is lesz addig itt Stockholmon, de csütörtökön biztosan találkozunk. Igen, csütörtökön. Még egyszer köszönöm. Szervusztok. Hát, Mr. Bond, mi aztán jól megszervezzük a programokat. Bocsáss meg. Nekem se tetszik ez, de óvatosnak kell lennem. Át kell költözned egy másik szállóba. Más jogíred nincs? Kérsz egy csésze kávét, vagy egy konyakot? A kávé jól esne. Elnézést. Kaphatunk még egy kis kávét? Köszönöm. Valamit mondanom kell neked. Talán olyan lesz, mint egy beszéd, mert már hetek óta rágódom rajta. Hát ki vele? Tessék. Köszönöm. Nagyon szeretlek. Szívből. De ahhoz nem vagyok elég erős, hogy elviseljem viszonyunk következményeit. Akár a nyilvánosság előtt, akár magánemberként. Tudom, hogy szörnyű dolog ilyet mondani, de a viszonyunknak választási vereség lehet az ára. Ezt nem tehetem meg a pártommal. És nem szeretném elveszíteni a helyem a parlamentben. És a feleségem és a gyerekeim annyira türelmesek velem. Hosszú évek óta. Hogy nem okozhatok nekik fájdalmat. Néha előfordult, hogy annyit dolgoztam, hogy csak aludni jártam haza. De ők békésen tűrtek. Ugye, érted, hogy erkölcsileg mennyire elfogadhatatlan számomra? Igen. Miért nem telefonon mondtad el ezt, Jerry? Attól féltem, hogy akkor többé nem látlak. Szeretlek. Nem értem, miért szeret Shirley. Azt nem érted, miért szeretlek, vagy azt, hogy szeretlek, melyiket? Hát, egyiket sem. És most mit évő legyek? Nagyon oda lennék, ha elhagynál.
Istenem, ha egyszerűen... Tudod, ha megpróbálnád jobban szeretni magad, mélyebben, akkor engem is szerethetnél, a feleségedet is, az egész családodat, meg a munkádat is. Ezt nem értem, Shirley. Hogy szeressem magam jobban? Az egész életedet annak szentelted, hogy minden erőddel segíteni próbálj másokon. A saját szükségleteiddel azonban sose törődtél. Igen, hát... Tudod... Ha nem tévedek, összesen... Három megoldás lehetséges. Egy. Tovább folytatjuk ezt a csalást, mert az politikailag és a magánéletben is. A második, ez a te megoldásod. A harmadik... Egy pillanat, várj csak. Mi az én megoldásom? Az, hogy faképnél hagysz. A harmadik pedig az, hogy gondolkodunk. Éppen ezt csináljuk most, gondolkodunk. Itt és most. Talán nem ezt csináljuk? De igen. Röviden szólva tehát. Nem akarom tönkretenni a házasságodat és a politikai karrieredet. Azt szeretném, ha boldogok lennénk a kevéske közösen eltöltött időnkben. Ennyi az egész. És... Ezzel időt nyerünk, ami fontos egy politikusnak. Igen, igen. Nézd, el kell utaznom egy megbeszélésre. Csak holnap után érkezem vissza. Le tudod addig foglalni magad? Hát persze. Nem kell engem félteni, Jerry. Szeretnék egyes mást elintézni, amíg itt vagyok. Mégpedig? Ó, már... Majd te visszajössz, elmesélem. Tudod, nekem jól esik a rajongás. Furcsa módon azonban... Nem azoktól, akik sokat jelentenek nekem, akik fontosak. Világos, nem kell magyaráznod. Jerryvel kapcsolatos problémáimat magam mögött hagytam Stockholmban. Egy órányira a várostól mindjárt találkozom életem első közvetítő médiumával. Megismételnéd, Brigitta? Uh-huh. Ez az Ambres nevű lény egy másik dimenzióból beszél, és közben birtokba veszi Sztúr testét? Úgy van. Egy régi svéd dialektust beszél, mert már több száz éves. De persze, majd én fordítok neked. Nem lehet, hogy Sztúr a saját tudatalattiából merít? Erre még nem gondoltatok? De igen, én is azt hittem. De sok mindent mondott rólam, amit nem tudhatott. Látni fogod, hogy Sztúr és a felesége nagyon egyszerű emberek. Megjött Shirley, akiről már beszéltem. Shirley, Johansson úr és a felesége. Jó estét. Sajnos én nem tudok sokat angolul. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Ő a férjem. Nagyon örülök. Szívetet rókezt rúltük nekem a hét. Azt mondja, nagyon örül, hogy köztünk van. De beszélj, bőrj, ennél felül. Önnek a mellán engröpni, de szél, ne lefedő. El kell kezdenünk. Nem sokára újabb csoportok jönnek. Igen. Can we for steal it?
Kíváncsi voltam, Stúr hová megy, hogy helyet adjon az Ambrász nevű lénynek. Stúr jobb keze hirtelen remegni kezdett. Brigitta elmagyarázta, hogy amikor Ambrász belép Stúr testébe és kilép belőle, mindig elektromos rezgés észlelhető. Ever singer at a temple, for them to be finer say, early. Welcome, Ambrász. Láttam, hogy Stúr szeme csukva van. Mint Brigitta mondta, Ambrász nem akarja használni Stúr szemét. Szépen. Ez kérdem van, jaj, herr. Hol én magát rógoltél mi? Ambrász üdvözli az egybegyűlteket és a csoport energiájának kiegyensúlyozottságáról beszél. Jag skulle vilja fråga hur allting började, om du kunde berätta om skapelsen. A hölgy a kreativitásról szeretne hallani. Någon säger att skapelsen har en början och den har ett slut. Fortist. Ambrász azt mondja, hogy a kreativitás itt születik ebben a szobában, és mindenkiben benne van. Elmagyarázta az ember és Isten kreativitását. Kifejtette, hogy Isten minden élő lényt szeret. Az ember Isten teremtő társa. Isten mindnyájunkban benne lakozik, és minden egyes élettel tovább lépünk egy kicsit. Mind jobban megértjük a bennünk lakozó Istent. Nem mindig látszik, hogy fejlődünk, de fejlődünk. A következő másfél órában sokféle kérdést tettek fel Ambrásznek, sokféle témáról. Személyes dolgokról épp úgy érdeklődtek, mint a spirituális energiáról. Valaki a bolygó jövőjét firtatta. Ambrász egy szellemi jóslattal válaszolt. Atlantisról is elhangzott egy kérdés. A válasz szerint azért pusztult el, mert lakóinak szellemi bölcsessége messze elmaradt technikai tudásuktól. Ezután a gízai piramisról tettek fel egy kérdést. Kőbe foglalt könyvtár, hangzott a válasz. Nem sokára tudni fogunk belőle olvasni. Ambrász tudása végtelennek tűnt. Aztán Turid megjegyezte, hogy a férjének fogytán az energiája, és Ambrásznek távoznia kell a testéből. Hát, herr. Ambrász búcsúzik, és áldását adja ránk. Merci. So ez kedem. Fülde lesz jertem in jűz. Jedem kunskap. Jag vill välsigna dem alla i ditt. Uram, mikor rájuk tekintesz, szeresd őket, és töltsd meg szívüket fénnyel. Amen. Reméli, tanult valamit. Most pihennie kell. Valami okosat szeretnék mondani, de szédülök. És az a lényeg, hogy eddig még soha életemben nem láttam ilyet.
Úgy hiányoztál. Felfedeztem egy sétautat. Itt az épület mögött. Történt egy kis baj. A feleségem idejött Londonból. Sajnálom, de ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. Hát persze. Értem, Jerry. Ebédelni se tudok itt maradni, nemhogy sétálni. Sietek. Ha tudok, este telefonálok. Ott leszek a szállodában. Gyere, vissza. Nem, inkább sétálok. Gyönyörű környék. Biztos? Igen, megértelek. De nem értettem meg. Éreztem, hogy Jerry távolodik tőle. 3 napra megint eltűnt. Írtam, mindent leírtam, amit éreztem. Írtam, hogy megértsem magam. Írtam, hogy megértsem őt. Írtam, hogy megértsem azt, amit a közvetítő médiumnál tapasztaltam. Írtam, hogy megértsem az életemet. Amikor Jerry telefonált, mindig azt mondtam, hogy írok. Örül, felelte, hogy lekötöm magam. A szobámban maradtam. Svéd kétszer sülten éltem. 6-szor hullott sűrű pelyhekben a hó, és olvadt el. Figyeltem, amint a komp lassan siklik a jeges vízben. Gyakorolni nem tudtam. Túl szomorú voltam, és túl izgatott. Egyé váltam a bútorokkal, a szőnyeggel, a hideg szobával. Kimentem sétálni a puha hóba. Vajon Jerryvel mi írtuk magunknak ezeket a szerepeket? Csak azért voltam együtt vele, hogy magamról tudjak meg minél többet? Neki pedig saját magát kell megismernie. Hogy vágytam rá, hogy beszélhessek vele mindarról, ami foglalkoztatott. A hétvégén aztán előhoztam a témát. Az a véleményem, hogy jobban megismerhetem magam, te magad, és mi magunkat, ha megvizsgáljuk, élhettünk-e már korábban is. És hogy képzeled ezt, drágám? Akkor nevezel drágádnak, amikor fölényeskedsz. Ne haragudj, nem szándékos volt. Azt hiszem, hogy egy közvetítő segíthetne. Mi az ördög az a közvetítő? Él itt valaki Svédországban, aki gyakran transzban merül és testetlen szellemi lények mondandóját közvetíti. Fantasztikus dolog. Egy csomó ember látogatja a szeánszait. Megkérdezik például, milyen betegségeik voltak az elmúlt életeikben. Csuta érdekes. Te médiumokhoz jársz? Úgy mondod ezt, mintha trágár szó lenne. Azt hiszem, tényleg beszélnünk kell erről. Mi a csodát művelsz? Mivel foglalkozol újabban? Elmondom, ha ide figyelsz. Próbálj egy kicsit nyitott lenni, mert érdekes új dimenziót ismerhetnél meg. Képzelj el egy telefont. Amikor telefonon beszélsz, nem a telefonnal diskurálsz, hanem azzal a személlyel, akit felhívtál. Hát nem látod, hogy milyen szamárság ez? Ezek a médiumok bolondok, elmebetegek. A tudatalatti jubulásnak elő mindenfélét, csak nem hiszed, hogy szellemekkel társalognak? Nem társalognak a szellemekkel, hanem közvetítenek, Jerry, és nem is tudják, hogy mi hangzik el. Így is úgy is ostobaság. Pénzért csinálják. Nem. Megkopasztják a hiszékeny buta embereket, akik néhány vigasztaló szóra vágynak a halott rokonaikkal kapcsolatban. Edgar Casey nem fogadott el pénzt, és ennek is mindenki annyit ad, amennyit akar. Az Istenért, miért kell neked ilyesmivel foglalkoznod? Most mondtad. Mit? Istenért. Kíváncsi vagyok Isten kilétére, az Istenhez való kapcsolatunkra. Ki akarom deríteni, honnan jövünk, és azt is, hogy mi történik, miután meghalunk. Téged nem érdekel, hogy mi lesz az élet után? Én nem vagyok rá kíváncsi. Miért? Mert nekem ennek a földi világnak a valódi problémáival kell foglalkoznom. Azokat értem. Istent ellenben nem értem. Sem a testetlen szellemi lényeket, sem azt, hogy éltünk-e korábban, vagy pedig ez mind-mind nem valóság. Kiállsz ezzel a nyilvánosság elé? Erről írogatsz mostanában? Részben igen. De azon még nem gondolkoztam, keressek-e kiadót. Inkább ne hidd el nekem, ostobaság lenne. Ki vagy te, Stalin? Azt fogják hinni, hogy meghibbantál, és bevallom őszintén, ugyan egyet kell már, majd értenem. Miket beszélsz, Jerry? Hagyd abba! Tudod, hogy ez nem igaz. Más sem teszek, csak vizsgálódom, kutatok. Nem értem, miért nem vagy hajlandó komolyan beszélni erről. Ismered a mondást. Ha le akarod szedni a gyümölcsöt a fáról, fel kell másznod az ágra. Nem vagyok hajlandó ég és föld között lebegni.
Egy médiumnál jártál? Elmentél egy médiumhoz? Igen, és Jerry szörnyen kijött a sodrából. Ő is elment? Túl bonyolult ahhoz, hogy elmagyarázza. Mindjárt át kell szállnom. El tudsz jönni Kaliforniába? Mikor érsz rá? 2 hét múlva oda repülök. Tudod, hogy mi újság? Talán polgármester leszek. Remek! Okos döntés! Hát tudod, szép számmal vannak ott támogatóim. Kaliforniában szeretnek, és pénzük is van. Lakj nálam, akkor megtakarítatod a szállodát. Kiöntjük egymásnak a szívünket. Oké. Sétáltam a Kelebesis hegységben, és élveztem, hogy egyedül vagyok a természetben. Igyekeztem rendet teremteni gondolataim között. Mi történik, ha folytatom kutatásaimat? Jerry veszélyesnek tartja. Lehet, hogy felbomlik emiatt a kapcsolatunk? És ő vajon csak az első azok sorában, akik szerint túl veszélyes ég és föld között lebegni? Szervusz, Shirley! Szervusz, Kert! Örülök, hogy látlak. Hogy vagy? Klasszú! Hallottad, hogy ott jártam Ambresnél? Igen, hallottam. Mit éreztél? Megdöbbenést. Nem tudom, mit gondoljak róla. Nem az számít, mit gondolsz, hanem hogy mit érzel. Tudod, svédül nem tudtam annyira bekapcsolódni. Szeretném angolul is kipróbálni. Ismersz egy angolul beszélő médiumot? Képzeld el, igen. Nemrég találkoztunk. Kevin Ryersonnak hívják. Már hosszú ideje vizsgálják a Kutatás és Megvilágosodás Társaságában. Tudod, az Edgar Cayce Alapítvány. Igen. Egyéni szeánszokra vállalkozik? Gondolod, hogy eljönne hozzám? Szerintem igen. Milyen ember? Jó napot, Kevin Ryerson vagyok. Jó napot, Kevin. Fáradjon be, kérem. Köszönöm, hogy eljött. Olyan volt, mintha egy régi Humphrey Bogart filmből lépett volna elő. Ne haragudjon, hogy bámulom, de nem sok transzmédiumot ismerek. Ne haragudjon, én meg nem sok filmsztárt ismerek. Parkolhatok itt az ajtó előtt? Persze. Itt ügyet sem vett senki a tiltó táblákra. Hát hozhatok egy csésze kávét, vagy esetleg egy kis italt? Nem, alkoholt nem kérek. Az alkohol ronthatja a közvetítés pontosságát. Megkönnyebbülve hallottam, hogy nem iszik. Ó, igen, értem. Akkor egy kis teát hozok, jó? Érezze magát otthon. Micsoda kalap, ilyet még Humphrey Bogart sem vett volna fel. Aztán, ahogy ráejtette az egyik szobromra, eltűnődtem azon, hogy milyennek képzelek el egy közvetítő médiumot. Vajon hogy néz ki egy bizalomgerjesztő orvos? Vagy egy bizalomgerjesztő pszichiáter? Hogy kezdett ezzel foglalkozni? Néhány évvel ezelőtt meditációs csoportmunkában vettem részt, és egészen váratlanul transzba kerültem. Majd jelentkezett egy szellemvezető. Tehát egyszerűen meditálni kezdett, és már meg is történt? Hát először egy kissé nyugtalanító volt, de amikor aztán rájöttem, hogy ezzel segíthetek másoknak, elengedtem magam, és hagytam, hogy megtörténjen. És itt most mi fog történni? Nos, 4 különböző lény szokott megszólalni. Egyikük egy John nevű. Sokan őt tartják a legintelligensebbnek. Néha régies nyelven beszél. Kevin valószínűtlen mulatságos figurákat ismertetett. Amint egyenként leírta őket, a képzeletemben megelevenedett. John után megfőzni jelentkezik. Így szokott lenni. Kedvenc életét egy írskót zsebtolvaj testében élte le. Tom vonzódik a földi élethez. Roppant szellemes tud lenni, de egyesek szerint túl mulatságos ahhoz, hogy komolyan lehessen venni. Értem, Kevin. Mindnyájunknak megvan a saját szellemvezetője? E bolygón minden léleknek van szellemi vezetője, valamilyen vezetése. Vezetőnk vagy a vezetés rendelkezésünkre áll, amint tudatára ébredünk jelenlétének. Hát, elkezdhetjük? Kezdjük el. Elolcsam a villanyt, vagy mit csinálja, Kevin? Segíteni, ha tompítaná a világítást. Már is. Így milyen? Pont jó. És használhatom a magnómat? Megengedi? Ajánljuk a felvételt. Lehet, hogy jegyzetelni is fogok. Helyes. Lássunk akkor hozzá. Jó.
Nem sokára visszajövök. Csodálkoztam, hogy tud ilyen gyorsan transzba merülni. Üdvözlet, a nevem John. Nevezd meg magad és közöld, miért vagyunk együtt? Úgy éreztem, mintha félhomályos zónában lettem volna. A nevem Shirley. Az otthonomból beszélek, Malibuból, Kaliforniából. Együttlétünk célja? Nem tudom, miért vagyok itt. Megértjük. Megértő szellem könnyebbültem meg. Érezzük, hogy kereső vagy. Fontos kutatásokat végzel, és rezgéseid nem ismeretlenek számunkra. Számunkra? Megkérdezhetem, ki ez a számunkra? Ismertünk téged elmúlt életeidben. Mindannyian sok inkarnáció mentünk át. Lelkek sokaságát ismertük meg. Maga az én szellemi vezetőm? Úgy van. Értem. Miért fogadják el olyan nehezen a közvetítés jelenségét? Azért, mert az emberek nem emlékeznek vissza a testetlen állapotukra. Meg kell bizonyosodniuk arról, hogy többek annál, mint amit az öt érzékszervük elárul nekik. Rá kell ébredniük, hogy eme élet, minden szenvedése, félelme nem más, mint elmúlt idők keserű tapasztalata. Elmúlt mégis él, ez az igazi megértés. Igen. Elnézést kérek, de mire alapozza az információit? Az úgynevezett Akása krónikára. Mi az? Az Akása krónika minden létező összességét jelenti, hasonlóan a kollektív tudattalanhoz. Igen, de nem gondolja John, hogy még így is túl egyszerű képet fest a valóságról? Az igazság mindig egyszerű, még inkább olyankor, amikor az a cél, hogy könnyen feltáruljon. Ha ilyen könnyen feltárulhat, miért nem ismerjük? Amíg az ember el nem fogadja, hogy valójában része az Isten igazságnak, amelyet keres, mindig nehézségei lesznek. Ti együtt teremtettétek a világot Istennel. Tehát azt mondja, hogy része vagyok ennek az Isten igazságnak. Úgy van. Lehet, hogy könnyen önhitté válnék, ha úgy gondolnám, hogy ilyen közel állok az Istenhez, nem? Miért kiabáltad az óceánnál, hogy Isten vagy? Honnan tud erről? Gondolataid láthatóak. Rezgéseid által ismerünk téged. Szünet. Egy másik lény szeretne szólni. Itt vagyok. Jó estét. Tom McPherson jelentkezik. Mi újság a földön? Ejha, be kell vallanom, nem számítottam ilyen villámgyors reagálásra. Mulatságos volt. Éreztem, hogy egy új személyiség jelentkezik Kevinen keresztül. Valami baj van Kevin torkával? Azt hiszem, hogy nem. Nincs vele semmi baj, csak éppen alkalmazkodnom kell az eszközhöz. De a fények itt túlságosan erősek. Ha szabad kérnem, keressen valamit, amivel tompíthatjuk a fényeket. Már is, egy pillanat. Talán valamit, amivel be lehet kötni a szemet. Egy ilyen megfelelne? Hadd látom, mit kínál egy szegény léleknek. Ennek kedvemre való a rezgése. Tetszik a vitalitása. Lássuk csak. És most, ha ide lehetne kötni. Tudja, ha túl erős a fény, akkor túl sok marad itt az eszközből. Márpedig azt hiszem, rám kíváncsi, nem az eszközre. Nem így van? De igen.
Egy kicsit érzékeny a fiatalember torka. Nincs véletlenül egy kis főzete, amivel segíthetnék, nem maradt? De igen, ez az a té, amit adtam neki az előbb. Há, értem. Egy pillanat. Kedves hölgyem, tudom, hogy így udvarias, ha ilyen kis csészében kínálják a teát, de ez olyan, mintha nem is lenne. Itt valamit csinálni kell. Egy pillanat. Azt hiszem, van egy korsója. Ugye nem tévedek? Korsó? Úgy észlelem. Hozok egy korsót. Á, ne fáradjon, ne. Ha megengedik, kiszolgálom magam. Azt hiszem, ha az érzésem nem csal, valahol itt kell lennie valaminek. Itt néhé. Bekötött szemmel is megtalálta a bárszekrényt. Vajon hogy csinálta? Ha egy kocsmát kell keresni, legjobb, ha egy ír férfira bízza. Szép, derék, férfias korsó. Nem tudom, miért rejtette el a szekrényben. Meggyőződésem, hogy a korsó serkenti az ír zsebtolvajok gondolkodását. Na, mit csináljunk? Kaphaték egy kis teát ide. Ne aggódjon. Egy csöppet sem öntök ki. Látom, mint valami fényességet, hasonlóan egy szivárványhoz. Igaz, hogy ír zsebtolvaj volt? Igen, ír zsebtolvaj voltam. De ez inkább fedőfoglalkozásom volt. Ugyanis én valójában, hogy is mondanák maguk, inkább diplomáciai kém voltam. Be kell vallanom, hogy az angol koronának dolgoztam. Miért van akkora ellenállás a lélek valóságával szemben? Mert ez a szféra nem kecseteti sok pénzzel azokat, akik kutatni szeretnék. És azokat, akik mégis végeznek ilyen vizsgálatokat, vagy kutatnak, lépten nyomon nevetségessé teszik. Elvégre, mint nemrég mondta magának egy barátja, ha le akarod szedni a gyümölcsöt a fáról, fent kell állnod egy ágon, ég és föld között. Leesett az állam. Senkit nem avattam be abba, ami Jerry és köztem történt. Legyen türelmes a Jerryjével. Elvégre angol. Ők már csak ilyenek. Úristen. De folytathatjuk a rejtett dolgok feltárását. Igen. Szabad feltennem kérdéseket néhány régebbi életemmel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy ezt elveheti, kérem. Nagyon jó. Most pedig ezt is, ha kérhetem, hölgyem. Igazán jól csinálja. Hát most azt hiszem, ha további kérdései vannak, kérem, én eltávozom. Óvják a szentek, sok szerencsét, Isten áldja! Üdvözlet! Folytatni kívánja? Igen. Úgy érezzük, hogy az egyén, aki a szerelmi vágyai kapcsolódnak eme inkarnációban, azon országban él, amelynek a neve Brit-szigetek. Ez hihetetlen. Eltalálta. Úgy éltetek ti ketten sok-sok élettel ezelőtt, mint férj és feleség, Shirley. Mikor? Abban az időben volt ez, amit Atlantis korának neveznek. Körülbelül 300 ezer évvel ezelőtt. Ama időben sokszor öltöttetek testet férfiúként és nőként, és a legérdekesebb inkarnációban nő voltál. Boldogan éltünk? Ama napokban az egyén, akiről érdeklődöl, túlságosan rabja volt intellektusának, csak a ráció érdekelte. Ez egyáltalán nem vált frigyetek hasznára. Mindazonáltal ő fontos munkát végzett. Többek között kulturális kapcsolatban állt a földön kívüliekkel. Földön kívüliekkel? Úgy van. Akkoriban is látogattak földön kívüliek e bolygóra. És manapság is gyakran járnak ide. Most? Manapság tényleg? Ahogy nemzetekből is többféle van. Egyik fejlettebb, mint a másik. A földnél is vannak fejlettebb bolygók. Milyen tudást hoznak az embernek? Az egyetlen valódi értékes tudást, azt a tudást, hogy Isten belül van az emberben, és minden tudás ebből ered. Ezek a földön kívüliek ugyanúgy harcolnak az igazi, belső tudásért, mint a magamfajta emberek? Ne úgy képzeld el őket, mintha isteni lények lennének. Hasonlatosak Istenhez, a testvéreitek. Látok egyszer UFO-t? Keresd meg az embert, aki képzőművészettel foglalkozik. Képzőművészettel foglalkozik? Ki az?
Az egyén azzal a három kővel, amelyek háromszög alakban egyesülnek. David? Igen, ő néked valóban szellemi vezetőd lészen. Beszélj ezzel az egyénnel a földön kívüli dolgokról. Ha megbecsülöd a tanítást, amely elhangzott, bölcsesség születik benned. Most be kell fejeznünk e kérdések megvitatását, mert nem óhajtjuk kimeríteni az eszköz energiáit. Bocsánat, hát persze, elnézést, nagyon-nagyon köszönöm. Igyekezzél megbékélni ama dolgokkal, amelyek a szellemből származnak. Felismered, hogy erősegítik az Atya-Anya Isten munkáját, és te magad is e munka vagy. Világítson reánk az Atya-Anya Isten fénye. Isten áldjon, ámen. Hello. Hello, itt vagyok, Kevin. Hogy sikerült? Amikor ez a Tom nevű személy vette át a szót, azt mondta, tegyek kendőt a maga szemére, be kellett kötni. Mintha egy kisé zavarta volna a fény, aztán ezt a korsót kérte. Képzelj el! Tudta, hol a bárszekrény, és azt mondta, az írzsebtulvajok korsóval a kézben tisztábban gondolkodnak. Nem tudtam, hogy ilyen jól tudja irányítani a testemet. Mennyi most az idő, kérem? 8:30. Ó, akkor mennem kell a hölgyemért. Úgy látszott, mintha Kevin még mindig transzban lenne, mintha még nem tért volna teljesen magához. Hogy érzi magát? Köszönöm jól. Az energiáik táplálnak. Milyen érzés, hogy eszköznek használják a testét? Minden ember életének kell, hogy legyen valami célja. Az én karmám az, hogy emberi telefon legyek. Jó éjszakát! Kevin, köszönöm, hogy eljött. Igazán nagyra értékelem, amit csinál. Nem értem ugyan, de talán egyszer megértem. Mint mondják, lassan jár, tovább érsz. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Különös, szinte mágneses energiától vibrált a karom. Két szellemlénnyel beszélgettem, akik nem csak hogy olyan dolgokat tudtak róla, amelyeket a világon senki más, hanem azt is közölték velem, hogy egy régebbi életemben ismertem Jerryt és Davidet. Helyükre kerültek a kirakós játékdarabkái, vagy képzelgés volt ez az egész. Ha nem álmodtam, akkor a legfontosabb darabka az a mélységes igazság, hogy Isten nem rajtunk kívül él, hanem benne. Szia, Shirley. Ah, úgy örülök, hogy itt van vagy, David. Találd ki, mit csináltam. Aha. Meghívtam egy közvetítő médiumot. Eljött hozzám. Milyen képeket festettél? Ufokat ábrázoltál? Aha. Láttál már ilyen járműveket? Az Andokba kell utazni, és kész. Ott már mindenki látott. Én nem. Ez a lény azt mondta, hogy most is járnak itt nálunk földön kívüliek. És hogy most is itt vannak, és te azt mondod, hogy láttad is ezeket? Aha. Hihetetlen. Mit mondott még? Ülj le. Semmit, személyes dolgokról beszélt. Egy régebbi életben együtt voltam egy mai társsal. Köszönj teját? Igen. Rólad is volt szó. Azt mondta, hogy a vezetőm vagy. Ez minden bizonnyal igaz. Hű. Hát, azt hiszem, mindnyájan vezetői vagyunk egymásnak. Mikor árulod el végre, hogy mi a titkod? Majd akkor, ha itt lesz az ideje. Furcsa, ijesztő. Honnan tudod, Shirley, hogy ez a közvetítő médium nem csak színészkedett? Ismerem a színészetet, ez a foglalkozásom. Biztos, hogy nem színészkedett. Valami másfajta energiát lehetett érezni. Talán elmebeteg, dilis? Nem tudom, mi ez, Bella, csak azt tudom, amit hallottam. Úgy tűnt, hogy összeáll a kép. Számomra az egésznek nagyon is sok értelme van.
Mi az Kaliforniában, ami előhozza ezt a sok új dílis elképzelést? Miért lenne új? Évszázadok óta jelen van. Abraham Lincoln médiumokat hívott a Fehérházba, és megfogadta a tanácsukat, nem tudtad? Mit vársz egy republikánustól? Bella. Jerryről mit mondott? Azt, hogy jó néhány Atlantis inkarnációban férj és feleség voltunk. Atlantison? És akkor jól sikerült? Nem. Akkor állítólag épp úgy a munkája rabja volt Jerry, mint a mai életében. És milyen munkát végzett? Hát tudod, az volt a dolga, hogy a kapcsolatokat ápolja. Ilyesféle. És kikkel? Földön kívüliekkel. Shirley, egyszerűen nem hiszek a fülemnek, hiszen ez nem te vagy. Legszívesebben telefonálnék a mentőknek, hogy vigyenek be a Dili házba. Tudom, hogy furcsán hangzik, de nem olvasnád el ezeket? Olyan legendákat ismertetnek, amelyek többnyire egyidősek az írásos történelemmel. Az UFO-k léteznek? Igen. Vajon miért van az, hogy minden államfő, akivel beszéltem, kezdve Pierre Trudeau-tól Jimmy Carterig, valahányszor szóba hoztam az UFO-kat, rögtön elhallgatott, bezárkózott. Pedig nem akartak megsérteni. Ők látták a bizonyítékokat, és tudják, hogy történik valami, amit képtelenek megmagyarázni. Várj, várj, egy pillanat. Halló? Szia, gratulálj, eladtam egy festményemet. David, ez csodálatos hír. A jövő héten Perúba utazom. Nincs kedved velem jönni? Micsoda? Én leszek a vezetőd. Meg kell ismerned azt a vidéket. De David... Megváltoztatná az életedet. Újabb lépés a szellemi ösvényem. Tudod, mit elmegyek? Remek. Éreztem, hogy jössz. Én mindent elintézek. Nagyszerű. Szevasz. Hát... Akkor így lesz. Hogy lesz? Nem tudok elmenni a jövő heti Garden Party-ra, Bella. Ne haragudj. Miért nem? Mert Daviddel Perúba utazom UFO-kat keresni.